A szeretettel köszöntök mindenkit, és gratulálok a bátorsághoz. Bátorság próba mára teljesítve, hogy kijöttek. Ja, hát én tudtam az este is, hogy valószínűleg már egy kicsit rosszabb lesz az idő, mint tegnap volt. De tegnapra is ugyanezt jósolták, de aztán egész jó idő volt. De hát már, hogy beköszöntött az igazi ősz, úgyhogy ehhez kell igazodjunk. De hát ahogy írtam a levélben is, az eső az kell a természetnek, az jó. Mi is jók vagyunk, akkor mi lehet itt probléma? Úgy, igen. Na, szóval az a tervünk, hogy beszélgetünk. Ugye van három téma. Egy itt a környék, meg a maga a helyszín, a házigazda, Lőrinc László, aki itt a helynek a tulajdonosa, meg a menedzsere. Hogy majd miután néhány szót még mondtam a programról, akkor ő neki átadom most először a szót. És akkor a másik téma a környéknek az a szakralitása, a pilis, amiről majd Nagy Gábor és a felesége Niki fognak beszélni, meg esetleg a Laci is, majd ők ezt eldöntik, hogy ki miről beszél. Én meg gyógynövényekről. Hát elmentem itt a kerítésig ezen a kövezett úton. Olyan nagyon sok gyógynövény nem volt, de azért egy néhányat hoztam. Szerintem elég is én belőlem annyi, úgyhogy azt el fogom majd mondani, amit találtam. És aztán, ha egy kicsit csillapodik, vagy valami, akkor kimehetünk ám, mert nem jó egész nap ülni, meg itt benn kuksolni. Mert tényleg én élveztem, tehát nem volt rossz most itt sétálni odáig. Esernyővel mentem, de aztán levettem, és úgyis úgyse volt részes. Tehát egy kicsit lehet sétálni, nem az a jó, ha megázunk nagyon, de egy kicsit azért lehet. Jó, van-e valami feltétlen fontos, mielőtt átadom a Lacinak a szót, amit kérdeznétek, vagy mondanátok? Ha nincsen, akkor még egyszer bemutatnám Lőrinc Lászlót, házigazdánkat, és akkor kérem, hogy... Kérem, hogy akkor valami gazdagodást vezessen ő itt a... Jó. Köszönöm a felvezetést. Te kezdődhetünk? Szerintem idősebb nincs nálam, úgyhogy akkor nincs probléma. 18 múltam. Akkor kezdeném egy nagy titokkal, jó? Az első 60-ban tanulunk, a második 60-ban dolgozunk, a harmadik 60-ban meg élvezzük az előző kettőnek a gyümölcsét. Ha ez itt így van, akkor így lesz. Igaz, hogy most én azért sántikálok, mert két héttel ezelőtt volt egy idegbecsípődésem. Ha mindent megjártam, ha Csontkovácstól kezdve még minden, na mindegy, nem ez a lényeg, az a lényeg, most ezért sántikálok. De ez nem lényeges. Ez múló, így van, még egy-két hét, és akkor tudok veletek menni túrára, mint hogy ezt eredetileg terveztük. Mert úgy volt, hogy 10-kor kezdünk egy szép kis túrával. Hát az égiek most közbe szóltak, de valószínű, hogy az az oka, hogy ettől sokkal fontosabb dolog van, mint egy túra, mert az a túra, az össze lett volna kötve egy gyógynövényes túrával vagy előadással, és így most szerintem sokkal fontosabb dolgok vannak. Később, amikor, most csak egy pár gondolat bevezetőnek, aztán később, hogyha érdekel benneteket a maga a dobogókő, meg ez az egész, meg a múltunk, meg a királyi központ, meg mi egymás, akkor szívesen beszélgetünk erről, mert én nem szeretek előadást adni, beszélgetni szeretek az emberekkel. De úgy nagyjából általában úgy arról szoktam beszélni, amit érdekel mindenkit. Úgyhogy így az időjárás függvényében ugye, akkor most mi lesz a program? Hogy változik? Itt hát maradunk itt egy jó ideig. Sokat, és hogyha egy kicsit csendesebb, akkor egyet sétálunk. Ha vigasz, tegnap ugyanígy kezdődött a reggel, déltől 2 órán keresztül tized magával sütött a nap, és utána ugyanígy elbevacakolódott.
Valami csöndesedés biztosan lesz, és akkor egy kicsit érdemes kimenni. De úgy egyébként pedig beszélgetünk. Addig, amíg a társaság meg nem unja, meg az ebédet azért valahogy elfogyasztjuk. Körülbelül akkor... lehet tudni akkor, hogy az a 20-20-10 az úgy áll? Hát körülbelül. Körülbelül. Jó, tehát arról beszéltünk, hogy van egy gulyás, amihez van két rétes. A vegáknál ugye azt nem tudom, tudja mindenki, nem tudja? Nem mindenki tudja. Nem mindenki, tehát aki vega étkezést szeretne, ott lesz egy zöldségleves, meg egy vega milánói, ehhez mind a kettő az én ajándékba egy italt adok, akár innivalót, akár mit. Meg van még, akik nem akartak, de mégis meggondolják, lehet ezekből is enni, mert mindig van plusz. Rizses húsról beszéltünk még egy olyan 8-10 adag, ami igen, az első kettő, ami menüben van, az gyakorlatilag, ahogy ki is lett írva, 4500, és ahhoz jön az ajándék, a vega meg a nem vega, a rizses hús meg 2500. Megpróbálom, amennyire lehet a árakat az élet. És akkor majd csinálunk még salátát, ugye ahhoz hoztunk egy igen, dolgot. Ez volt a negyedik verzió az étkezéshez, azt itt össze lehet. Kapunk tőletek még egy wildingot, akkor... Bármit, van minden, úgyhogy. Vegán is van? Vega az biztos, hogy van, de hogyha valaki jelzi, hogy vegán szeretne, egyértelműen nem vegán konyha, de mert ugye semmiféle kereszteződést nem akarok, tehát nincs külön edényzet a vegán dolgokhoz, de van vegán alapanyagból készült. De a vegában most lesz tejtermék? Nincs. Nincs, tehát gyakorlatilag amiben van valami, itt az egész étlapot, ha nézzük, csak kókuszos tejjel dolgozunk, tehát semmiféle olyan, amit ne lehetne fogyasztani bárkinek. Jó. Na, ezen túl. Mondjak én valamit a környékről? Hát... A zsindelyes vendéglő, aki tudja, nem tudom, hát elég, van egy pár, jó pár ember, aki ide régóta jár, csak az a pici, ahol a kandalló van, az volt 40 évig. Úgy működtünk 40 éven keresztül, hogy csak az a kis helyiség volt. Utána 2 éven keresztül ment az építkezés, az a derékszögbe, az a másik ág, ahol belépünk, az teljesen új, ez 2 év után létrejött, addig ebbe volt az étterem, egy 50 fős étterem, és itt ami konténer van, majd ha itt kimentek, akkor lehet látni, abba volt a konyha. 2 évet így mondjuk úgy, hogy végig szenvedtük, de szó szerint. Azért a 40 fokos, 50 fokos vagy 70 fokos konyhából kijössz télen a mínusz 10-be, ide bejössz a plusz 30-ba, vissza ugyanígy, tehát ez de végig vége lett, és legalább még egy csodálatos helyiség van, így most már van külön termünk is. Az, ahol az elején kezdtetek, az 1 hónapja készült el. Tiszta vörös fenyő az egész. A sípája is ide tartozik, most síelés nem lesz, mert aki régen látta, ahol a pult van, ott fordult meg a felvonó, de ez egy 78-as tányéros, egyszemélyes felvonó volt. Ilyen időszakban már ennek a területnek a hóágyúzását nem lehet megoldani, az meg lesz. És jövőre, vagy legkésőbb jövő után jön egy kétüléses beülős, ahol már nem kell a hóágyúzás. De hogy jó hír is legyen. A jó hír az, hogy 5 bringapálya folyamatban van kijelölés alatt, és 10 hónapig fog működni a beülős felvonó, hogyha elkészül jövőre vagy utána. Mikor lehet síelni? Hát ezzel együtt. Most előadás után. Most igen, figyelj, síelni lehet most is. Ez volt, ezért kérdeztem. Visegrádon van rá példa, igen. Most már jó év, mennyi? 5 éve. Kormány határozat van róla, hogy a dobogók és a visegrádi sípáját fejleszteni kell. Bejött a járványos, akkor azért nem, most utána jött a háború, most azért nem. Tehát egyszer reméljük vége, imádkozunk, hogy vége legyen a háborúnak, és akkor lesz beülős felvonó. Majd én akkor az újabb járvány. Figyelj, erre megvan a megoldás, ugye, jövő hétfő, vagy nem most, hanem 31-én lesz. Nem tudom, ki tudja, nem tudja, de hát erről majd inkább Bécs egyet, egész Európa, ott kell lenni, egész Európát meg kell bénítani, és akkor ennyi. És akkor már lehet, hogy idén lehet síelni. Hát azt még annyira nem. Annyira még nem. Figyelj, 40 éven keresztül működött, sőt nem 40, hanem több, 60 éven keresztül működött, mert amíg ez a 78-as felvonó nem épült, előtte is volt, tehát itt most már
közel 60 éve síelnek, 60-70 éve síelnek, mert ez volt az első sípálya Magyarországon egyébként, hát ahhoz képest szégyen és szomorú, hogy így néz ki. A kékesen nevelők volt ezek szerint? Nem. Ez volt az első? Nem, mert itt már 23-ba sípályát jelöltek ki, csak az még olyan nagyon kezdetleges volt, igen, tehát a múzeumban ennek nyoma van. Figyelj, megbeszéltem itt, mert itt azért vagyunk, vagy majdnem 20-an, aki tud, az megy, meg hát valakinek maradni kell az üzemeltetéshez, de igen, hát remélem, hogy a lábam azért jobb lesz, mert a combom azt nem érzem, tehát az úgy, pedig már csontkovácsok, meg inektió, meg az atyus, de már mindenen túl vagyok, de hát egy ilyen, valaki azt mondta, hogy 2 hónapig kilódott az idegbecsípődéssel, úgyhogy én mennék, hogyha ha egy használható állapotban majd normálisan tudok menni. Mit? Na, hagyjátok egy kicsit a Lacit beszélni, jó? Jó, tehát bárkinek kérdése van, akár a helye, vagy bármivel kapcsolatban, mert ugye azt beszéltük, hogy foci lesz-e alapon, nem előadást tartunk, hanem beszélgetünk. Kinek mi a kérdése? Mindenki mindent tud. Hát a környékről. Hát kérdezett. Környékről is beszélj. Jó, hát akkor ugye egyben mindent. Jó. Azt mindenki tudja, hogy itt volt a királyi központ. Egyértelmű. Esztergom, Visegrád, Dobogok, Háromszög, az mindig is, már Attila idejében is. Attila is innen indult mindig a minek nevezzük, hadjárataira, hódításaira, teljesen mindegy, minek nevezzük, itt volt a központ. Európában ettől jobban védhető terület biztos, hogy nincs. Egyik oldalról a Duna, másik oldal a Szentendre felől megnézett 10 kilométeren keresztül egy hosszú völgy, simán lenyilaszták az ellenséget. A másik oldalról meg még a mai napig látható, hogyha a zsiványsziklákhoz elmentek, még a mai napig látható, amit Mária Teréziának nem sikerült teljesen megszüntetni a romokba, meg ott a szikláknál, a vizesárok. Tehát ha bementek egész hátra a zsiványszikláknál, és jobbra visszanéztek, látszik, hogy szikla, legalább egy 20 méter semmi, és egy függőleges fal, és megint ott folytatódott. Tehát ott, aki azt nem látja, hogy vizesárok volt, az vak. Az biztos, hogy van. Tehát egyértelmű, hogy a déli, ami a lankás része, onnan könnyen tudtak támadni, ott olyan vizes árok volt, ami védte ezt a központot, hogy ihaj. Sokan beszélnek arról, hogy Szikambria. Persze, pomáz, jogos, mondhatják, csak elfelejtik hozzátenni, hogy az volt a külső. Tehát ez egy több lépcsős várrendszer volt, volt Pomáz Budakalász térségében, ugye az Alföldtől, ahogy könnyen tudtak jönni, az volt az első lépcső. Utána itt volt benne a zsiványszikláknál, amiről beszéltem, a vizesárok, az volt a második lépcső. A harmadik, meg ha itt megnézzük ezt a, van aki tündérkertnek, van aki katlannak, van aki völgynek, teljesen mindegy, ki minek nevezi ezt a királyi központot, ez attól még, hogy ki hogy nevezi, ez teljesen mindegy. Az akkor is a kilátóban, hát most nem fogsz látni semmit, hogyha odamész a kilátóba, de jó időben jössz, gyönyörűen látszik, hogy ott van a túlsó oldalon, tehát így mutatom, hogy a prédikálószék, a folytatása, a vadállókövek, az mind épít, az a várrendszernek a megmaradt része. Ez a írásokban fölletlen, hogy már Attila több mint 1500 évvel ezelőtt megörökölte ezt az egész objektet, ezt az egész várrendszert. 1500. Ez olyan, mint a piramisok, figyelj. Ki tudja, hogy most 6000 éve, 10000 éve, Boszniában azt mondják, hogy 36000 éve, egy a lényeg, hogy voltak piramisok, és hát még a mai napig nem tudja senki, hogy? Hát, igen, tehát, és kérdés, hogy volt, aki űrhajó kiinduló pontnak nevezi, volt, aki ennek-annak előbb-utóbb úgyis erre is fény derül, mert itt az ideje, hogy kiboruljon. Ugyanúgy, ahogy az embereknél a karmának kell egyenesbe kell jönni, ugyanúgy az ilyen dolgoknak is. Gyere csak! Gyere, csücs! Úgyhogy foglalj helyet. Egy kérdést is esetleg tőle, hogy mi a helyzet Attila szegedi, vagy Szeged környéki központja? Sziasztok. Ezt attól kell kérdeni. Igen, ez az egy teljesen más terület, fogalma sincs. Biztos, hogy volt több helyen, hát a milyen domba a Attila domb is, tehát azért volt elég sok helyen
terület, a nagyon jók az energiák ott is, ugye? Tudja mindenki, hogy ez egy energiaközpont. Ami azt jelenti, ha összehasonlítjuk Ausztráliával, ott van az Uluru. Az egy 19,5 km hosszú, nagy vörös szikla. Hát rásüt a nap, akkor vörös. Nagyon sok szállodába ki van téve a képe, és sokan ember nem tudja, hogy mi az. Az is egy energiaközpont. Na most sokan nem tudja, mi az az energiaközpont. Hát egyértelmű, hogy ahol a földet behálózó energiavonalak, így megy a lejvonal, így megy a Szentgyörgy vonal, tehát ebbe a durván 30 kilométeres körzetbe találkoznak azok a földet behálózó energiavonalak ebbe a szűk térségbe, és azért energiaközpont. Tehát ott, ahol egy elmegy, vagy egy, esetleg egy találkozik, az annyira nem. Mond. Tehát a lényeg, hogy aki elhiszi, aki elhiszi, vagy nem hiszi, mondd rá. Tehát ugye az energia szó helyett az erőt használjuk. Legyen az erő. Tehát az energia az egy modern szó, az erő meg az régi szó. Régi az egy sokkal régebbi. Tehát azt kéne használni. Erőközpont. Nem mindegy, mit erősítünk. Egyértelműen nem mindegy, mit erősítünk. Köszönöm a kiegészítést. Tehát aki, és akkor jönnek ugye a csakrák, aki ugye majdnem mindenki végig jött, keresztül jött a zsindélyesen, a kandallóval majdnem szembe, az egyik oldalon ott van egy gyönyörű meditálós nő, és gyökéletesen megvan mind a hét alapcsakrája, jön lehet a 8., meg a 9., de hát az már nem a testen van, az már kicsit följebb van. Tehát ugye, és akkor hozzá tartozik ehhez az erőközponthoz a csakrák, az energia, a csakra. Én csak így szeretem, hogy a csakrák. Ugye a hét alapcsakránk, akinél, és én azt mondom, hogy nincs betegség, mert ha odafigyel az ember a testére, jelez. Ha nem megy válasz rá, akkor kap egy kisebb pofot. Hogyha ne, én is kaptam. Most már ez a sokadik, mert le kéne állni, egy kis, sokkal kevesebbet dolgozni, és ezért jött, tudom, hogy ezért jött ez az idegbecsípődés. 28 vagy 27 évvel ezelőtt volt az előző, tehát összerakom. Azóta egyre jobban eldurvult megint a dolog, és jött, hogy na, akkor most le kell állni legalább egy valamennyi kis időszakra. Tehát akinek bármilyen problémája van, kapja a jelzést, hogyha az nem tesz semmit a testével, vagy a tudatával, akkor kapja az erősebb jeleket, és ha végsebb, pofonokat, igen. És ugye így alakul ki az, hogy előbb-utóbb kialakul a betegség. Mert majd mindig csak milyenek vagyunk, azért majd megoldjuk, a végén meg az utolsó, amikor már jön a rák, és akkor abból is ki lehet mászni, csak sokkal nehezebb. Abból is ki lehet mászni, csak ahhoz már nagyon sok a összetevője. Tehát visszatérve a csakrákhoz, minden csakrához tartoznak szervek, abból lehet tudni, hogy melyik csakrád működik nem kellőképpen, ahol azok a belső szervek, nem mindegy, hogy hol van a vese, máj, szív, összefüggés van, torok, mindennel van összefüggés. Egy súlyos eset volt a régebben, de csak annyit mondok a torok csakráról, hogy akinek a ismeretségi körében van olyan, aki nagyon nem akar beszélni, beszéltessétek, mert egyszer robban nála. És ha robban, akkor lehet, hogy nem éli túl. Mert éppen az az ember, akinél ez megvolt, kész, vége lett. Tehát annyira nem mindegy, hogy működnek a csakrák, vagy nem működnek. Na, hagyjuk a csakrákat, mert inkább még egy pár gondolata. Úgy érzed, hogy elmondtad, amit szeretném. Hát a csakráról, hát még a királyi központról inkább. Tehát, hogyha egy pár gondolat, hogyha érdekel benneteket, de ha van kérdés, akkor bármikor ugye beszéltük, hogy inkább kérdez felelek, mint a előadások. A prédikálószéken ki volt már fönt? Ugye kicsit megmozgassal, hát a fele legalább. Ugye, ha prédikáló széktől Esztergom irányába elindulunk, ha a kilátóból megnézed, egy rövid szakasz. Ki tudja, hogy az hogy hívják? Na? Senki, hogy bet harmadszor. Az a koronázódomb. Tehát gyakorlatilag majdnem minden az elmúlt 1500 évben, majdnem minden királyt ott koronáztak. Ugye, amíg voltak táltosok, addig a táltosok felkísérték a széléig. Következő kérdés, hogy mozogjatok egy kicsit.
hány vágást kellett a királynak a kardjával megtenni? Négy. Még nem jó egyik se. Pont azt hagytátok ki a hatot. Miért? A négy égtáj az ég és a föld felé. Tehát sok-sok olyan dolog, jó, nincs nagy jelentősége, de valahol mégis. Tehát, hogyha a régi ősi dolgokkal tisztában akarunk lenni, lehet, hogy lesz megint király, aztán nem mindegy, hogy négyet vág, vagy hatot vág. Tehát, vagy mi vágjuk két felé, vagy négy felé, igen. Ez is jó. Tehát, jó, hát Dióhéjba ennyi, később, hogyha még gondoljátok, köszönjük akkor szépen. Én le kell lőni ahhoz, hogy befejezem ezeket. Mond. Egyértelmű, itt van egymás mellett. Minimum a három, de szerintem legalább négy vagy öt van. A Rámhegy is, a Mágushegy, az Árpádvár, az szinte egy vonalban van, és hogyha ezt a három piramisnak a vonalát meghosszabbítod, nem fogjátok kitalálni, hogy ha északi irányba megyünk, majdnem északi irány, akkor hova jut? Stonehenge. Ha déli irányba, görög Delfoly. Az összes minden az életben véletlen, ugye? Tehát ilyen egyszerű. Sőt, hát voltam sztorin egy műsor, ahol volt az ilyen neves helyeket megnézték, és ennek van egy rendszere a Földön, tehát azok sem véletlen vannak ott, ahol vannak. Hát igenis, ugye ez a három belső pont, az Orion csillagképnek pont a három belső eleme, igen. Tehát, szóval annyi összefüggés van, csak ideje nincs az embereknek, hogy ezzel tisztában legyen, és tudja, és inkább ugye ahhoz, hogy azt a nyavajás tévét nézze, inkább a barátaival ezekről kéne beszélgetni. Feltárás indult-e már a piramisokban? Itt nem. Biztos, hogy hát az egész dobogókő alatt olyan barlagrendszer van, de hát az egész földünk tele van barlagrendszerekkel, ez egyértelmű, de itt olyan tudás van benne, és olyan értékek, amik már nagyon itt lenne az ideje, hogy ez föl legyen tárva. Fontos. Na, akkor most én elmondom, amiket találtam itt a, mondom, ezen a körülbelül néhány száz méteres úton. Hát biztos, hogy ha mennénk az erdőbe, akkor sokkal több növényt látnánk.